Kárpátalja magyar ajkú lakossága 150 ezerre tehető, a 2001-ben végzett népszámlálás adatai szerint. A tömmagyarság Kárpátalja déli részén, Beregszász járásban él, Szórványban, Körösmező és Rahó környékén, illetve a nyelvterület peremén fekvő Ungváron, Munkácson és Nagyszőlősön. Aránya alapján szintén Szórványban, de viszonylag nagy lélekszámú közösségben. Magyarság szervezeteknek jó kiépített intézményrendszere is van, tehát az óvodától az egyetemig még nem teljesen, de főiskolája már van, egyeteme még nincs. Megjelennek napilapok is, bár érdekes módon ilyen kárpátaljai ukrán specialitás, hogy a napilap az hetente háromszor jelenik meg. Vannak heti lapjai, tehát viszonylag, ami ezt illeti a napilapokat, tehát abból is jól el vagyunk látva, csak nincs rétegezve. Érdekes ott hallani, hogy óvodákba, iskolákba az utóbbi időben tömegesen iratkoznak ukránok, oroszok is. Az a tény, hogy az óvodákba, iskolákba, legalábbis az elemi iskolákban nagyon sok ukrán anyanyelvű, meg orosz anyanyelvű gyerek iratkozik, annak tudható be, hogy visszahonosítási törvény is életbe lépett. Tehát bár Ukrajnában a kettős állampolgárságot tiltja a törvény, de ez nem ok arra, hogy ne nyújtsák be a kérvényeket. A magyarszki paszport, ahogy mondják, az mindent megért, mert az más lehetőséget nyújt arra, hogy az egész világot beutazzák az emberek, és akkor ennek reményében egyre többen iratják a magyar iskolába, ez mint egy olyan továbbképző, gyors talpaló magyar nyelvtanfolyamnak tekintik a magyar iskolákat és óvodákat, hogy megtanulják azt a minimumot, ami az állampolgársági vizsgához szükséges. Ukrajnának 17 államalkotó nemzetisége van. Az állami audiovizuális médiában megjelenést biztosítanak számukra, arányuknak megfelelően. Kárpátalján a magyarság száma százalékban kifejezve 10-12%. Ungváron is, ahol működik a stúdió, gyakorlatilag ezt tükrözi, tehát ott is Ungváron a magyarság száma 10%. Ennek megfelelően, hogy mit jelent ez percben, naponta 5 perc, 2x5 perc híradó, magyar nyelvű híradó, és hetente 2-45 perces magazinműsor. A rádióban napi 24 órás konzervműsor van, és plusz ez FM sávon, tehát pontosabban a régi URH sávon, és FM sávon még 30 perce van a magyarságnak. Nem hallgatnak és nem néznek bennünket. Azért, mert egyrészt lehetetlen időpontra teszik, másrészt, ha az ember meg is szokná már az időpontot, meg a műsorsávot, következő műsorstruktúra tervezésnél már máshova kerülnek ezek az adások, és állandóan keresgélni kell, és a néző meg a hallgató az olyan, hogy akkor inkább kikapcsol, átkapcsol, másat hallgat, vagy pedig a magyar médiumokból értesül arról, hogy mi van Kárpátalján, mi történik Kárpátalján. Ez kevés, ez az idő mindenféleképpen kevés. Mi szeretnénk egy teljes értékű 24 órás magyar rádiót létrehozni Kárpátalján, de ez egyelőre csak álom. De az a létszám, az a szakembergárda, amivel rendelkezünk, 6 ember, 7 ember, aki televíziós rádióműsorokat is gyárt, egyszerűen nem tudna többet. Ilyen körülmények között a kárpátaljai magyarság elsősorban a magyarországi médiából értesül saját helyzetéről, eseményeiről. Jelen pillanatban fokozott figyelem összpontosul a régióra, hiszen az ukrajnai válság a magyar közösség életére is rányomja bélyegét. A magyar közösség életére kihat annak ellenére, hogy háborús helyzet Kárpátalján nincs. Aki külföldről szeretne Kárpátaljára jönni, mind lemondta az utat. Tehát van egy infrastruktúra, egy hálózat, amit zöld turizmusnak nevezünk, akik arra építették fel a jelenüket és a jövőjüket is, hogy turizmussal foglalkoznak, vendéglátással foglalkoznak. Most ők teljesen kiestek, mert az anyaországiak és a magyar nyelvterületről érkezők egyszerűen nem jönnek Kárpátaljára, félve attól, hogy itt háború van. Háború nincs. Kárpátalján nincs. Annyiban nyomja rá a közhangulatra a bélyegét a keleti helyzet, hogy kárpátaljai fiatalokat is behívnak a hadseregbe. 20-tól 60 éves korig hívnak be embereket, mégpedig olyanokat, akik már szolgáltak és valamilyen katonai szakmájuk van. Plusz néhány hónapja visszaállították a sorkatonai kötelezettséget is Ukrajnában, ami azt jelenti, most például tavasszal éppen egy ilyen hullám van. Ezeket a fiatalokat nem viszik oda. Na de elég az hozzá, hogy senki sem gondolta azt, például én sem, hogy én még egy háborús országban fogok élni, tehát annak leszek az állampolgára. A fiatalok, meg azok, akik ezt érinti, tömegesen menekülnek, vagy legalábbis, ha nem is tömegesen, de az már tendenciaszerű, hogy elkerülik a bevonulást, nem veszik át a behívót, külföldre mennek dolgozni, vagy pedig elhagyják a megye határait.
Valósnak bizonyult az a felvetés, hogy inkább a kisebbségekhez tartozó fiatalokat sorolták be elsősorban? Nem. Ilyen nincs, ilyen kimutatás nincs is a hat kiegészítő parancsnokságokon. Olyan szempontból igaz, hogy vannak olyan magyar falvak, ahol, tehát cint magyar falvak, tehát onnan világos, hogy nem lehet mást behívni, onnan csak magyart lehet behívni. De ilyen, hogy nemzetiségi alapon sorolnának be, mint a délszláv háború idején, ilyen nincs, mert ha lenne, akkor mi már annak szót adnánk, és visítanánk, sírnánk, és félrevernénk a harangokat. Tehát ez nem valós információ. Ami az ország gazdasági helyzetét érinti. Az ország az államcsőd szélén áll. Tehát bármikor bejelenteti az államfő az államcsődöt, a defaultot, ismertebb nevén gazdasági nyelv. Nagyon nagy az infláció, nem hiába kérnek kölcsön Európából, meg a fejlesztési bankból is, az IMF-től is hiteleket, amiknek megvan a hátulütője. Például növelni kell, közelíteni kell a közüzemi díjakat az európai szinthez, de arról nem beszél a fáma, hogy mi van a fizetésekkel. Most a gazdasági válság olyan helyzetbe sodort a családokat, hogy a pénzük az az egynegyedét, egyötödét sem éri annak, amit például 2-3 hónappal ezelőtt, és most április lesz a fokmérője annak, hogy lesz egy újabb szociális robbanás, mert a víz, az áram, a gáznak az ára 4-5-szörösére emelkedik. Tehát nem lesz elég a nyugdíj arra, hogy kifizessék ezeket a dolgokat. Tehát ez biztos, hogy az utcára fogja most vinni az embereket, ezen kell változtatni, módosítani. Ha valaki ellátogat Kárpátaljára, vagy az országnak azon a felére, részére, ahol nincs háború, nem fog tapasztalni semmit abból, hogy Ukrajnában keleten lőnek. A boltok polcai tele vannak áruval. Volt egy ilyen időszak, amikor felvásárolták a cukrot, az olajat, a sót, meg az ilyen alapvető élelmiszereket, de ezeket pótolták. Ez egy téves információ volt, valaki elhíresztelte, hogy háborús helyzet, vagy kinyilvánítják a katonai hadi állapotot. Erre nem került sor. Ennek ellenére nagyon sok segélyszállítmány érkezik Kárpátaljára is, amit hallottuk. Igazából mi az, ami segítséget jelenthet az ottani magyar közösség? Erre az adományozók is rájöttek az első hetek után, hogy nem terméket kell szállítani, mert egyrészt nem lehet az ukrán határon áthozni különböző egészségügyi előírások miatt, hanem pénz. Pénzre van szükség, azt kell szétosztani különböző szervezetek révén, az be lehet hozni a határon minden probléma nélkül. A rászorulóknak. A legutóbbi segélyszállítmányok már azt praktizálják, hogy pénzt visznek át, és a helyi termelőktől veszik meg azt a terméket, amit majd a rászoruló családoknak adják át. Tehát ez lehet krumpli, burgonya, primőrök, most pláne tavasszal ez lesz, hogy primőröket fognak vásárolni. Nem annyira most van szüksége az embereknek Kárpátalján a segítségre, a segélyszállítmányokra, mint majd inkább télen lesz. Úgyhogy félő, hogy ez a hullám, ez addigra lecsillapodik, és akkor Kárpátán, amikor tényleg szükség lenne a segítségre, akkor már nem fognak rá velünk törődni. De jó, minden. De Nagy László mondta, hogy nekem a kérés nagy szégyen adjon úgyis, hogyha nem, ha nem kérem. Tehát körülbelül így vannak a kárpátaiak is most, hogy rászorulnak, jól esik nekik.